köszöntöm a mai sajtótájékoztató kedves résztvevőit, a Magyar Vállalkozás Fejlesztési Alapítvány 15 éve egy mikrohitel terméket értékesít a helyi vállalkozásfejlesztési központokon keresztül. Ennek a mikrohitel terméknek az ismertetőjét szeretnék a mai sajtótájékoztató keretében megtartani, és mellette pedig szeretnénk tájékoztatni a helyi sajtó résztvevőit a Fiatalok Vállalkozóvá Válása elnevezésű Fiatalok Vállalkozóvá Válásának Támogatás elnevezésű program mai programeseményéről, amit itt a Seregiesi úti Vállalkozói Központban bonyolítanak a szakértő napjainkban. Nagyon népszerű és elérhető a növekedési hitel program folytján egy nyomottabb kamatszinten elérhető hiteltermék, vagy akár több hiteltermék, attól függően, hogy milyen célra veszik fel a vállalkozó. Noha ez a mikrohitel 2013 májusától 3,9%-kal, tehát jelen pillanatban egy magasabb kamatszinttel elérhető, ettől függetlenül nagyon népszerű a vállalkozók körében. Horváth úr is említette, hatalmas volt a túljelentkezés erre a programra, és amikor a nyár folyamán elindultak a képzések, akkor ezt hatalmas várakozás előzte meg a célcsoport részéről. Gyakorlatilag itt másfél hónapon keresztül volt, hogy párhuzamosan négy csoportnak is volt a képzése. Ezek mindennapos képzések voltak, amelynek keretében a résztvevők egy komplex vállalkozási ismeret csomagot kaptak, ahhoz, hogy egyrészt el tudják készíteni az üzleti terveket, hogy azt szakszerűen megírják, és a vállalkozás egyéb, akár pszichológiai, akár könyvelési, akár HR területén egy kicsit jobban belelássanak és megismerjék az előttük álló feladatokat. A képzés befejezését követően egy tanácsadói csapat érkezett ide, akik még konkrétan az üzleti tervek elkészítésének az egyedi kérdéseire is megpróbáltak választ adni, és hát ennek a folyamánya az, hogy ma az esetleges apró hibákat még pontosítják. Én azt gondolom, hogy ennek a folyamatnak a vége az, hogy tényleg olyan üzleti tervek és üzleti elképzelések jönnek létre, amelyek hosszú távon, hogy itt azért egy 3 éves fenntartási kötelezettség van a pályázatban, meg fogják állni a helyüket.